Átadom a szót Koszó Ildikó, IKO Magyarország Bencsi csíkjének. Köszönöm. Kosz. I would like to ask Ildikó Koszó, the chief, Ildikó Koszó, to deliver her opening speech. Thank you. Tisztelt résztvevő néző! Nagyon régóta vártam ezt a napot, amikor a versenyzők újra tanulhatnak, és ismét összemérhetik tudásukat, nem csak hazai, hanem nemzetközi résztvevőkkel. Szeretném megköszönni mindannyiótok kitartását azokban az időkben, amikor a sport háttérbe szorult, és a közösség érdekében nem edzhettünk, nem versenyezhettünk. Köszönöm, hogy hittetek a jövőben. Hittetek abban, hogy újra visszatér a karata az életünkben. Ígérem, bárhogy is alakul a jövő, mi, akik itt kint állunk, azon dolgozunk, hogy a Kyokushin túlélje minden változást. Titeket pedig arra kérlek, hogy mindig tartsatok ki a Kyokushin mellett, mert ezt a fantasztikus dolgot csak együtt tudjuk megőrizni. Köszönöm azoknak az országoknak, Romániának, Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Horvátország, akik megtisztelik versenyünket, ami így még színvonalasabb lehet, és még izgalmasabb küzdelmeket fogunk látni. Legyen ez a nap a versenyzőké, akik sokan a novemberi Európa-bajnokságra készülnek. Remélem ez a verseny segít abban, hogy legjobb eredményt érjenek el majd Katowice-ben. Köszönöm a szervező Vajakio Dojo-nak és vezetőjének, Szerencsekezett Pálynak a munkáját, és köszönöm a segítségét azoknak a szponzoroknak, akik támogatásukkal segíthették, hogy a mai nap a verseny létrejöhessen. Sérülésmentes versenyzést kívánok minden résztvevőnek. Osz. Dear participants, spectators, we have been waiting for this day for a very long time, when the contestants can stand on the tatami again and compare their payment again with both Hungarian and foreign karate fighters. I would like to thank you for your persistence in those tough times when doing sport, trainings, and competitions were pushed into the background for the benefit of the community. Thank you for believing in the future, for believing that karate will return to our lives. I promise, no matter how the future unfolds, we who are out here will work to ensure that the Kyokushin survives all difficulties, all changes. I would kindly ask you to hold on to Kyokushin with enthusiasm, because this is the only way to keep this fantastic thing alive in the future. Thank you to the countries, Romania, Austria, Slovakia, Serbia, Croatia, who honored our competition, therefore giving the possibility to be the spectators of high standard and even more exciting fights today. Let it be the day for the fighters, many of whom are preparing for the European Championship in November. I hope this competition will help them achieve the results in Katowice. I would also like to say thank you for the organizer, Bajak Jo Judo, and its leader, Csengész Regény, for their work, and I am grateful for the sponsors who have with their support to make today's competition possible. I wish all participants injury-free competition.